Kisgyermekkorában Fodor József a néptánccal foglalkozott, majd azt egy sportsérülés miatt abba kellett hagynia. Azonban a hagyományt tovább szerette volna ápolni, így elkezdett a népzene iránt érdeklődni. Hódmezővásárhelyen találkozott először testközelből citerával, ami egyből elnyerte a tetszését, és mivel korábban is már dolgozott fával, úgy döntött, a saját magát a faragott hangszeren tanul megjátszani. Az első elkészült darabját Szakál László citera készítőnek és népi iparművésznek is megmutatta, aki sok tanáccsal látta el a fiatalt, így nem volt kérdés, hogy újabb zenei eszközöket készít el. Egyik nyáron részt vett a Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc táborban, ahol még több tanácsot kapott, és ezek birtokában mesterfokozatú citerákat készített. A hangszereket a lehető legnagyobb precizitással dolgozza ki bükk és fekete diófából, aminek önmagában is szép színe van, ezért csak egy helyen fényű lakkozást kap a citera. Van egy fej, van a két oldala, ugye a kávák, meg van a tőke, amiben a húrakasztók vannak. Apróbb alkatrészek húrakasztók, ugye a bakkon a fém bakkok, és ugye a hangoló kulcsok, és a bundok, meg a fogólap, ha van külön fogólapja. Ezeket szálába ki kell gyalulni, fel kell szabni méretre, kialakításokat, akár a díszös kialakításokat, furatokat el kell benne helyezni, ezeket össze kell ragasztani, össze kell csiszolni, hogy ezek a tódások ne érződjenek kézzel, csak látszódjanak esetleg. Az előzőekben egy tanuló citerát tartott a kezében Fodor József, aminek még a bund részeit is ő maga kalapálta ki. A nagyobb citerák, melyeknek már alja is van, 10-12 darabból állnak össze, azonban ennél is több része alkotja azt a tekerő lantot, régies növény nyenyerét, ami több mint másfél év kutató munka és majd ugyanannyi tervezés után szólalt meg először. Új kihívás elé állította magát, és a kíváncsiság vezérelte, hogy elkészítse első tekerőlantját. Egy külön sablont készített a kávák meghajtásához, nagy odafigyelést igényelt a forgatómechanika kidolgozása, és talán a legnagyobb munka a kottaházzal volt. Mint látszik is, ugye itt ilyen szögletes rudazatok vannak, amin ugye a billentyűknek a fejei helyezkednek el. Ezen a rudazaton találhatóak az úgynevezett zászlók, amik végül is azon a ponton érintik és szólaltatják meg a húrt, és adva azt a hangot, amire be van ugye állítva. Most egyet ki tudok venni. Ugye ezek így néznek ki. Van egy ilyen kis... Ugye ez egy anyag az egész, és akkor ezen egy ilyen kis tengelyszerű kis vázat kell hagyni. Következő célkitűzése, hogy egy kobozt is elkészítsen, melyen színesítené a már így is értékes hangszerállományát. Fodor Józsefet már számos alkalommal kérték fel, hogy készítsen citerát, melyeknek mindig örömmel tesz eleget. Legnagyobb elismeréseként azt tartja, hogy Birinyi József népzenész, népzenekutató úgy fogalmazott, a citerával kapcsolatban újat már nem tudunk neked mondani.